falból, amit gyűjtöttem, hát rengetegben nem számoltam még. Évtizedek óta kutatja szülőfaluja szokásait, hagyományait, népviseletét Tankóné Péter Mária. A csíkmadarasi nyugdíjas pedagógus a megtalált népviselet darabokat is felújította. Ha eredeti méretében nem lehetett menteni, akkor játékbabákra vart azokból székely ruhákat. Az elismerést érdemlő kollekció azt is jelzi, hogy egykor nem csak piros-fekete volt a csíkmadarasiak népviselete. Mi több, tulajdonosa korát és társadalmi pozícióját is tükrözte. Csíkmadaras a Csíkszeredától 20 kilométerre lévő település. Számos székelyfaluhoz hasonlóan valóságos kincses bányája a néphagyományok kutatóinak. Sok évszázados közösségi szokást őriznek, és régi fotókon látni, hogy az ünnepi öltözék múlt században is a székely ruha volt. Mondta értékes gyűjteményét mutatva Tankóné Péter Mária. A nyugdíjas tanítónőnek 4 könyve, hely- és családtörténeti, hagyományokról szóló, illetve mesegyűjteménye látott már napvilágot. Újabb 2 kötetre való dokumentum megjelentetése finanszírozás hiányában fiókban várakozik. Negyed évszázados kutató munkájának legértékesebb kincsei egy egész szobát töltenek meg. Mindeniknek története van, mindeniket tudom, kitől kaptam. Ez is eredeti gyászoló viselet, ami szemben van. Akkor itt már, itt is eddig az a 2 még eredeti, aztán ezeket én vartam. Mária néni édesapja és nagyapja is szabó volt. A varázs iránti szeretetét is családi örökségnek tekinti. Miklós Marci tanítóbácsi bevezette az együttást, akkor lett a piros-fekete egyenruha. És egy év alatt majdnem kiment a régi divatból, mindenki piros-feketét varratott. És én gondoltam, hogy hát nem fognak emlékezni az én gyermekeim, nem a gyermekeim, az unokáim, aztán egyáltalán, hogy rég milyen szép volt, és én ezekben benne éltem. A szobában látható kollekció egyetlen kivételtől eltekintve, mind csíkmadarasi népviselet. Kutató munkája során a falubeliektől kapott régi darabokat mentette. A felújíthatatlanok anyagából babaruhákat vart. Ennek ötletét valójában édesapjának köszönheti, aki a kézdivásárhelyi népviseletes baba gyűjtemény egyik darabjának alkotója volt. 2 zsákkal gyűjtöttem maradékot, mindent felcímkéztem, hogy mikor viselték, ki viselte, kitisztítottam, és akkor közben gyűjtöttem a fényképeket, hogy legyen az dokumentálva, hogy az pontosan olyan volt. Van 1905-ből való főkötős, 1920-as években hordott székelyruha. Vannak ünnepi viseletek és hétköznapiak is. Ez kurtazáká, amit tehát ebbe felmentek az erdőre, levették, ebbe dolgoztak, és ami, ez mellény lajbi. A 30 baba egyike a nagymama ruhájának kicsinyített mását viseli. Földig érő volt a szoknyája is, és a köténye is, és mindig harászkendőt viselt. A ruhák díszítése is szabályokhoz kötődött. A lányok asszonyok rokonyájába szőtt csíkok is sok mindent elárultak tulajdonosukról. A barna csík a föld területet, a zöld az erdők birtoklását jelezte. A csík szélessége a vagyon méretére utalt. A láng mintával az értelmiségiek, úriasszonyok díszítették mellényüket. A vitézkötés is társadalmi rangot tükrözött. Az egyszerűeknek nem szabadott díszes vitézkötést tenni. Édesanyám mesélte, hogy voltak bicskabírók, és tényleg levágták a szoknyába, belehasítottak, hogyha szélesebb volt a zöldcsik vagy a barnacsik, az szerint, hogy milyen vagyonos volt. Mária néni kollekciójának darabjai magyarországi bemutatókra is eljutottak. A térségben tartott kiállításokon, rendezvényeken is közvetítik alkotójuk üzenetét. Becsülni és óvni kell a szülőföld és közössége örökségét.